Üdvözlök mindenkit, ez az Így és Művészeti Akadémia kerekasztal beszélgetése, és első körben azt szeretném kérni, hogyha tudnánk csinálni egy olyan kört, hogy mindannyian mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy a szakmátokon belül specifikusan mivel foglalkoztok, illetve a képzés szakain belül pontosan mit tanítotok. És akkor Peti, kezdjük veled szerintem. Én Vácz Péter vagyok, animációs filmrendezést tanultam, a Molly Nagyművészeti Egyetemen végeztem, ezzel foglalkozom, szabadúszó filmrendező vagyok, és 8 évvel ezelőtt hívott meg Patrovics Tamás, akkori animációs szak vezetője, hogy nem tanítanék-e. És alapvetően az animációnak elég sok területén oktatok, tehát dramaturgiától kezdve storyboard rajzoláson át, filmrendezésen át, és animációs mozgatási alapismereteket többnyire. És jelenleg én vagyok a szaknak a művészeti vezetője, Péter Fizsófi szakvezető mellett. Úgyhogy így. Oké, köszönöm. Jóska? Hát Spányik József vagyok, rajztanár. És tulajdonképpen ebben a minőségemben mind a három szakon tanítottam, most csak kettőn, de a kezdetektől itt vagyok, és én voltam, ide érkezett ugye ez a szak, én itt voltam a rajztanár, és így csatlakoztam, így kerültem be ebbe a történetbe. Oké, köszönöm. Rátonyi Kinga vagyok, a Kerámia szakot én vezetem, egyébként vizuális művészettel foglalkozom, ezen belül sok mindennel, porcelánszobrászattal, közösségi művészettel, és a Pécsi Egyetemnek a művészeti karán is dolgozom. Szuper. Szóval én Olá Zoltán vagyok, a filmművészetén végeztem, akkor még főiskola voltam egyetem, egy játékfilmes osztályban, és itt az IES-en belül a disziplinális osztódások közül, mert hogy az iskolának a hajnalán, itt ez még egy egységes műhely volt, a fotós szakon és az animációs szakon tanítok, a mozgóképes elméletet és gyakorlatot, és fotográfiát. Uh-huh. Oké, szuper. A következő kérdésem pedig az, és akkor innentől kezdve szerintem nem kell ilyen libasorba menni, jó, hanem hogy ahogy érzitek, hogy mi az az út, amin szerintetek végig mennek a diákok, onnantól kezdve, hogy belépnek a képzésbe, addig, amíg elkerülnek a képzésből. Tehát, hogy ez a két év, ez alatt a két év alatt, mi az a komplex képzés, és mik azok a tantárgyak, mik azok a kompetenciák, amiket így megkapnak ez alatt az időszak alatt. Tehát, hogy honnan indulnak átlagosan is szerintetek, hova jutnak el? Kezdem én akkor, hogyha nincs aktív jelentkező, szóval én az animáció szak nevében tudok ebbe egy kis betekintést nyújtani. Az az érdekes, hogy ugye nyílt most itt ez a kiállítás, és tegnap volt egy diák, volt diákunk, aki elmesélte az útját, és ő az ennek a képzésnek az első évében került be, ez 12 évvel ezelőtt volt, és mondta, hogy hát, hogy akkor még azt se tudták, hogy mi az animáció, akik elkezdték kvázi a szakot, ott szoktak össze, ott ismerték meg, hogy milyen dolgok vannak, és ehhez képest eltelt most 12 év, és az animáció szakra úgy jönnek felvételizni diákok, hogy komplett animációs portfóliót mutatnak be, tehát sok esetben már valamilyen szinten tudnak animálni, karaktereket tervezni, látványt tervezni, van, aki kisfilmeket csinált a felvételit megelőző időszakokban. És egyébként az előfeltétel, tehát az elvárás is? Elvárás, hogy portfóliót hozzanak, tehát hogy bemutassanak valamit. Az nem elvárás, tehát nincs szint elvárás, egyszerűen arra figyelünk, hogy akik felkészültebbek, azoknak próbálunk lehetőséget biztosítani itt a képzésen. Majd miután bekerülnek a képzésre, onnantól kezdve, hát van egy ilyen 10-15 fős tanári gárda, akik a
csak az animációs diákokkal foglalkoznak, tanítanak. Van, ugye te vagy az egyikük, te nem mutatkoztál be. Te tanítasz dramaturgiát, tanítunk karaktertervezést, tárgyi kultúrát, Jóska, te tanítod a művészettörténetet, de erről te majd mesélsz. Mindenfél évben vannak filmrendezési gyakorlatok, tehát saját kisfilmeket kell készítenünk, vannak fotós gyakorlataik, van élőszereplős filmes rendezési gyakorlatok, ezt is te tanítod, te is, és Olá Zoli is. És tipográfiát tanítunk nekik, hangtervezést, tehát sound designt, elég magas színvonalon Várhegyi Rudi csinálja. Szóval, hogy két év alatt az íve ennek az egész képzésnek az az, hogy ezekből a különböző művészeti ágakból olyan alkotó, gondolkodó embereket tanítsunk, vagy neveljünk ki, akik képesek egy komplex alkotást, egy animációs filmet megcsinálni úgy, hogy az minden szinten, hangi szinten, látványbeli szinten, tipográfiai szinten, dramaturgiai szinten koherens egészet alkosson. És ezt célozzuk be, és mindenki halad nyilván a saját tempójában. Egy picit más szempontból is ezt a kérdést megvilágítanám. Én nekem módomban van más hasonló szakképzéseken is tanítani, és ennek a szakképzésnek van egy sajátos, különleges dimenziója, hogy nem a tantervi kereteket elégíti ki, a tantervi kereteken nagyon-nagyon túlmutat ez a képzés. Tehát amit most föltették kérdést, nem egyszerűen csak arról szól, hogy miket tanítunk, hanem ennek van egy plusz tartalma is, ami szerintem így, én országos szinten nem tudom, de hogy így budapesti szinten szerintem kizárólag ez a szakképzés hordoz. Tehát bizonyos okoknál fogva hozzájárult a kezdeteknél egy nagyon jó körülmények is, és szerencsés módon nagyon kiváló tanárok és különleges tanárok együtteséből kialakult egyfajta olyan tartalom, ami nagyon nehéz megjeleníteni, mert hogy nincsenek hozzá megfelelő fogalmak, de tulajdonképpen azt mondanám, hogy akár ez egy innováció vagy startupként is fölfogható lenne, ami itt történik, és akik benne vannak, ezt nem tudják, de én kívülről látom, és tényleg ez egy egész különleges helyzet. A Keremjára azt hiszem, hogy az jellemző leginkább, hogy bár csak két éves a képzés, de egy héten három teljes nap van gyakorlati oktatás, és ugye ezek kicsoportos osztályok, tehát 8 ember van egy osztályban, egy tanárral dolgoznak együtt, egy adott időtartam alatt, és nagyon-nagyon különbözik ez a helyzet a más képzésektől, mondjuk egy egyetemi képzéstől. A Kerem jelen nagyon fontos az, hogy megfelelő manuális gyakorlatot szerezzenek az emberek. Arra törekszünk, hogy két év alatt a kerámia készítésnek az alapvető technológiáit megtanítsuk, foglalkozunk porcelánnal, és foglalkozunk emellett még betonnal és mozaikkal is. És azért nagyon fontos szempont nálunk, hogy mindig gyakorlati feladataik vannak, tehát hogy nem csak úgy terveznek valamit, és akkor elgondolják, hogy az, amit lehetne csinálni, hanem gyakorlatilag minden olyan munka, ami készül, annak van valami valós célja, attól kezdve, hogy a gimnáziumnak készítenek a diákok különböző tárgyakat, díjakat, szólóajándékokat, és sokkal nagyobb volumenű feladatokon is dolgoztak már korábban. Ugye nagyon sok közösségi művészeti alkotás készült Budaörsön, aminek szintén a kerámia szak volt a motorja, és az IES főbejárata, az IES oszlopai, a nyugdíjas klubnak a központi helységén sorolhatnám hosszasan. Ezek mind tulajdonképpen az iskolai feladatok keretében jöttek létre. És abból a szempontból is nagyon speciális a helyzetünk, hogy,
hogy különböző cégektől is kapunk olyan alapanyag támogatásokat, amivel a legfrissebb technológiákat tudják a diákok kipróbálni és elsajátítani. Tehát általában a második év végére egy olyan komplex tudással rendelkeznek, hogyha nem tanulnak tovább, akkor is ebben a szakmában minden tovább mindenkül el tudnak kezdeni dolgozni. Ehhez is hozzátennék még valamit, hogy létrejöttek a városban különböző ilyen közösségi műalkotások, de ennek nem csak az az érdekesség, hogy egy tárgyra került, hanem ennek a folyamata, ez egy edukációs folyamat volt, az, hogy tulajdonképpen maga az önkormányzat, az ottani hivatalnokok is megtanulták, hogy mi ez, mert ha csak kimennék és van ott valaki megcsinálta, de mivel be voltak vonva, itt nem tudom hány száz ember dolgozott benne, meg maga az, hogy ez megszülessen, ez egy komoly folyamat volt, ez csak egy járulékos része, de szerintem egy nagyon fontos társadalom alakító szerepe van. Kicsit elkanyarodtunk az eredeti kérdéstől. Igen, térjünk vissza. Most egy kicsit visszakanyarodnék. Ja. Tehát felvázolunk egy dicsőségtáblát, minden szak elmondja, hogy milyen eredményeket tud felmutatni, de valóban van egy fontos szempont, hogy egy kicsit kívülről is kell látni az egész képzést. Az intézményre vonatkozóan annyit lehet mondani, hogy volt egy iskola alapítás ezelőtt nagyjából 16 évvel, és az iskola alapítók szándékától az iskola miközben alakult, szakok jöttek létre és változott. Nyilván, hogy a maguk az oktatók kreatívan változtatták. Ez egy kicsit eltért. Legalább annyira, mint amire most eltértünk a te kérdésedtől. Most, ha visszakanyarodunk, akkor az alapvető ív és annak a heterogenitásnak a leküzdése, ami a diákok képzettségében, érdeklődésében mutatkozik, amikor felvételiznek, az alapvető. És ennek semmi köze a dicsőségtáblához. Tehát ez egy dolog, hogy minden szak nagyon büszke arra, hogy egyetemeken is tanulnak tovább a diákjai, de egyébként a diákok zömére nem ez a jellemző. És a diákok között van olyan, aki akkor vesz először a kezébe agyagot, akkor vesz először a kezébe ceruzát, és akkor vesz először a kezébe egy digitális fényképezőgépet, amikor ide bekerül. És nekünk őket is fel kell zárkóztatni, nekünk őket is meg kell tanítani a szakmának az alapjaira. Tehát igazából ez az ív. Uh-huh. Ez az ív, és ez megoldható. Most idézni fogok egy könyvcímet, nem térnek ki, hogy kinek a könyve. Tehát maga az intézmény, az iskola, mint műhely, egy lény. Önálló életre kelt 16 évvel ezelőtt, és azóta is folyamatosan lélegzik, és megteremti önmaga számára az életteret. Mint egy amőba. Az oktatók, mi pedig vagyunk az őrzői. Tehát úgy is tápolgatjuk, figyeljük, hogy milyen irányba akar változni. Amúgy beszélhetnénk arról, hogy milyen a társadalmi környezet, ami mindezt alapvetően determinálja, de nem kellene ebbe belemenni, mert a kérdés ennek semmi köze szerintem. Tehát meg kell oldani azt, hogy a diákok, akik nyilvánvalóan, sajátos ambícióval rendelkeznek, ami nekünk külön nehézség az oktatásban. Ezt a sajátos ambíciót valamilyen szinten pedagógiailag fel kell turbozni. És aztán, ha ez sikerül, többnyire sikerül, legalábbis a diákok egy nagy részénél annyira sikerül, hogy aztán egyetemre mennek, miközben ugye mi egy köztes képzés vagyunk, tehát nem előkészítője vagyunk az egyetemek, és nem is, folytatása a gimnáziumi tanulmányoknak. Igen, ez fontos erről, hogy milyen fogunk beszélni, hogy a diákoknak aztán az utóélete az mi tud lenni a képzés után. De először még arra vagyok nagyon kíváncsi, amit Kinga elkezdtél mondani, hogy vannak ezek a városi projektek, hogy ami még izgalmasabban a képzésben, hogy túl nyúlik az iskola keretein sok esetben, hogy ezekről egy kicsit tudnátok mesélni, hogy mik azok a projektek, amikben még részt vesznek a diákok, és nem szigorúan az iskolai képzésen belül zajlik, hanem mi az, ahova
még így kitérnek, hogy mi az, ahogy mondjuk a város életében részt tudnak venni, mik azok a fesztiválok mondjuk, vagy azok a különféle ilyen side projektek? Hát ugye azt érdemes erről tudni, hogy az első szakam indult, az az animáció volt, és utána pár évvel kezdődött a fotószak, és a legvégén indult a kerámia. A Patrovics Tamás, amikor elindította az animációt, talán a következő évben indult a Budaörsön a Primanima első filmes animációs fesztivál, ami azóta kinőtte magát egy nagyon fontos nemzetközi rendezvényé, és ez nagyon-nagyon sok mindent hozzátett az animációs oktatáshoz. Ha másért nem, akkor pusztán azért, mert hogy a diákok ugye folyamatosan részt vettek a fesztivál szervezésében, ott voltak végig a háromnapos fesztiválon, végignéztek rengeteg filmet, ott volt rengeteg ember a szakmából, akit megismertek, és igazából szerintem ez egy nagyon fontos motorja volt ennek a képzésnek a továbbfejlődésének. És akkoriban én még az animáción tanítottam ugye plasztikát, akkor kezdtük el először az IES főbejárati kapuját megcsinálni, mint közösségi művészeti projekt, és ennek nagyon nagy népszerűsége volt az iskolán belül, meg a városon belül is, és aztán egyre több ilyen közösségi művészeti alkotás nőtt ki ebből az évek során Budaörsön. És amikor a kerámia elindult 2015-ben, az már nem fért be a gimnázium épületébe, és akkor kezdtünk el a Köztér 18-ba dolgozni, ami ugye az Icsi Majornak a hátsó sarka, és ott a kertben volt egy garázs, és ebből csinálhattunk egy galériát, és tulajdonképpen ez is egy szinte, hogy egy külön életet kezdett el élni, mert hogy az utóbbi években nagyon-nagyon sok kiállításunk volt ott, nyilván hogy a diákoknak a munkáit azt folyamatosan be szoktuk mutatni, az oktatóink munkáiból is voltak kiállítások, de más képzőművészeket is meghívtunk, volt ott a Szabó Eszter Ágnesnek egy nagyon jó kiállítása, Kongó György szobrászművész, aki sajnos most halt meg február 4-én. Az ő szobraiból volt egy két évvel ezelőtt egy nagyon jó kiállításunk, és ezek a kiállítások általában az ilyen nagyobb kiállításaink, azok a Budaörs Fesztiválnak is a részét képezik, ami ugye szintén egy ilyen nagyvárosi happening, és ott a környezetünkben van még az Icsi Major, ahol a 20-40 építéscsapat dolgozik, az ő programjaikkal is sokszor összekapcsolódunk. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon intenzíven beleilleszkedett a város életébe a képzésünk. Ugye még létrejött a Babtér, amelyik egy ilyen kulturális központtá vált, amelyik döntően animáció, de nagyon sok minden mást is. Tehát lényegében ennek a szellemiségéből nőtték ki magukat ezek a dolgok, ez egy olyan fontos dolog. És ez a teremtő jellege, az nem szűnt meg ennek a térnek, vagy ez a fajta tágkommunikációja, sőt még egy csomó olyan potenciál van szerintem benne, amit még ki lehetne bontani. A fotószaknak pedig a posztártal van élő kapcsolata, ami egy butai szerintem van. Kiegészítenéd valamivel, Pati? Igazából elmondta Kinga és Jóska alapvetően, igen, tehát az, hogy két évig nagyon heti öt nap, két éven keresztül bejárnak az animációs diákok tanulni ezt a komplex szakmát. Ennek nagyon jót tesz az, hogy ott a Primanima Fesztivál, ahova el tudnak menni gyakornokként, illetve most már arra is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy amikor a vizsgafilmjeiket befejezik, akkor ugye nem ott áll meg a dolog, hogy megnyomja a export gombot a szoftverben, hanem hogy hogyan lehet a film utóéletét gondolni, miből áll az, mit jelent egy fesztiválra nevezni, és ilyen szempontból az, hogy ott van a Primanima Fesztivál, ez tökre inspiráló, akár nekünk is tanároknak, meg hát
meg hát a diákoknak, hogy akkor van egy felület, hogy, ami nincs annyira távol, tehát nem az van, hogy Japánba a Hiroshima Fesztiválra küldjék el, és akkor lesz valami vagy sem, hanem megtanulják, hogyan kell egyáltalán nevezni a filmet, hogyan kell megírni hozzá egy rövid szöveget, hogyan kell előkészíteni az anyagot, beküldik, és hogyha beválogatják a fesztiválra, akkor konkrétan elmehetnek, és amit Kinga, te már mondtál, hogy ott egy közösség van, oda megérkezik nem csak a magyar animációs közösség, hanem egy nemzetközi filmes, egy nagyon friss szellemiségű csoportja alkotó embereknek. Tehát ilyen szempontból ez rengeteget hozzátesz a képzésünkhöz, meg valójában a mi képzésünk is hozzátesz ehhez, hiszen ha beválogatnak mondjuk a képzésünkön készült alkotásokat, akkor azért, ha pedig a képzésünkről tovább tudnak menni a diákok sikeres felvételivel a MOMÉ-ra, ami mondjuk egy elég komoly tendencia, hogy az animáció, az IE és animáció szakáról egy 15 fős MOMÉ-s osztálynak az egyharmadát teszi ki nagyjából mostanában a diákok száma, és hogy aztán a MOMÉ diplomafilmek mennek tovább erre a fesztiválra, illetve hát az összes fél éves, illetve évvégi kipakolásunknak a baktér ad teret. De hamarabb kipakolás, ugye ez a kipakolás egyben nem egyszerűen csak a szaknak, hanem ez egy nyitott esemény, ez egy városi esemény, oda utcára oda lehet jönni, és már tudnak róla emberek, akik eljönnek, és tudik maga azt, hogy megnéznek filmeket, és hallanak elemzést, szerintem ez egy nagyon fontos edukációs folyamat, úgy általában kulturálisan is szélesebb körben. Amúgy az internet világában nincs bemutatkozási nehézség. Se fényképezés vonatkozásában, se animációs film vonatkozásában. Uh-huh. Kerámia vonatkozásában is lehet filmeket készíteni egyébként magáról a dolgokról. Tehát ez ma már nem jelent olyan nehézséget, mint ezelőtt 10-20 évvel. Uh-huh. Szabad a pálya. A legizgalmasabb egyébként a diákok közül egy példával tudnám, egy képzőművészeti példával tudnám megvilágítani. Gondolkozz rán azon, hogy mi is tehát hogyan, a legelső kérdésed, hogy hogyan kell a diákoknak itt a két éves képzés során a tanulmányi ívét megközelítenünk, vagy lefestenünk. Beszéljünk Michelangelo-ról. Michelangelo Buonarroti egy géniusz volt. Zseniális műveket csinált, nagyon kifinomultan, az ókori görög szobrászokat felülmúlóan kifinomultan dolgozta ki a munkáit. Ugyanakkor ma, ha az esztétikát nézed a művészettörténetben, a legizgalmasabb Michelangelo alkotások azok a félig kész művei. A Rabszolgaszobra és a társai, amelyekben ott van valami ígéret, a zsenialitásnak az ígérete, de egyébként nincs kibontva. Tehát kettő év alatt nem lehet zsenivé nevelni valakit, se animációs vonatkozásban, se kerámia, se fényképezés vonatkozásában, de el lehet jutni odáig, hogy valami kibomoljon két év alatt, ami aztán az ígéretét hozhatja annak, hogyha az illető tovább képezi magát, és nem is kell feltétlenül akadémikus keretek között tovább képeznie magát. Tehát nem kell feltétlenül a MOMÉ-ra tovább lépnie, autodidakta módon is képezheti tovább, de minden esetre a fejlődésnek a lehetőségét el kell indítani itt a két év alatt, és ez többnyire sikerül. Az előbb, amit a Péter mondott, hogy a diákok igen jelentős része egyetemre lép tovább. A fotóban nem ilyen nagy rész, de itt is vannak, akik a MOMÉ-ra tovább mennek. De igazából nem ez a fokmérő. Az a fokmérő, hogy olyan diákoknak, akik egyébként a gimnázium után egyfajta téblábalási időszakban vákumba kerülnek, ezeknek a diákoknak értelmes továbblépési lehetőséget nyújt ez a műhely. És ugye sok év alatt, most már majdnem két évtized alatt ez nagyon sok diák értelmes továbblépését biztosítja. Ez sokkal fontosabb egyébként, mint hogy mennyire élő a kulturális kapcsolata a műhelynek. Mert jelentős segítség embereknek,
az életükben való továbblépéshez. Akkor szerintem ezt konkretizáljuk egy kicsit, mert ez nagyon fontos, amit mondtál. És most nem is feltétlenül arra vonatkozik a kérdésem, hogy rakjunk fel egy ilyen dicsőségfalat, vagy arcképcsarnokot. Inkább arra akarok utalni, hogy ugye minden évben már egy ideje szokott lenni egy ilyen piknik, amit te szervezel, Peti, a Filozófusok kertjében. És a legutóbbi alkalom, ez az animációs képzés kifejezetten. És a legutóbbi alkalommal nekem ez nagyon jó élmény volt, csináltunk egy ilyen kört, amikor mindenki elmondta, hogy mi történt vele a végzés után. És egyrészt nagyon sokféle út rajzolódott ki, másrészt pedig miközben nagyon sokféle út rajzolódott ki, az is egy izgalmas érzés volt, hogy mégis volt annak a körnek egy ilyen közösség jellege. És hogyha erről egy kicsit tudnátok beszélni, hogy ez a két éves képzés, amit köztes képzésnek neveztetek, vagy nevezünk, hogy mi az, ami, tehát hogy miután kimennek a diákok ebből a képzésből, általában milyen utak vannak, vagy hogyha esetleg tudtok egy-két konkrét utat, konkrét útról beszámolni, az szerintem szuper lenne. Én talán még annyit tennék hozzá emellett, hogy én nem gondolom ezt köztes képzésnek. Én is aksúlyoztam, hogy szerintem nem az. Nem az. Jó. Akkor tehát ebben egyetértünk, hogy... Nem egy úgy, ezt vagyunk az egyetem és a gimnázium. Hogy nagyon érdekes az, hogy több volt diákunktól hallottam vissza, akiket felvettek mondjuk a Moméra, hogy hát jó a Momén, de hogy valahogy az IJ-ben más vagy. Tök mások vagyunk. Ez tökre rendben van. De hogy ez azért érdekes, mert 12 évvel ezelőtt lehet, hogy még betöltöttek lebegő időt emberek. Tehát ma, most az animációs szakra úgy jönnek oda emberek, hogy már a Moméra próbáltak felvételizni, már komoly portfóliójuk van, tehát nagyon-nagyon tudják, hogy mit szeretnének csinálni. Tehát ilyen szempontból változott a mi szakunkon ez a dolog. És azt gondolom, hogy ami... Bocsánat, csak miért folytatod, hogy hányan szoktak jelentkezni általában egy évben animációs szakra, és hányat veszünk fel? Mindhárom szakra 10 fő veszünk fel. Tehát 10 a keret, és akkor így van két évfolyam. És egy első és egy második. És hányan szoktak jelentkezni? Animációs szakon olyan 25 és 30 fő közötti jelentkező van. És örülök, hogy felhoztad ezt a piknik dolgot, mert az utóbbi években én igyekszem nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy a közösséget ápoljuk, építsük. Volt egy tendencia, hogy azért a hozzánk felvételizőknek a 80%-ának a célja az, hogy a Momira felvételizni tudjanak, hogy megerősödjenek, gyakorlatot szerezzenek. De egy ponton kijelentettük azt, hogy úgy fogunk felvenni diákokat, hogyha végigcsinálják a két évet. Mert volt arra példa, hogy felvettük, eltöltöttek ott egy évet, felvették őket a Momira, elmentek, és az osztály elkezdett széthullani. És nagyon örülök, hogy ebbe elkezdtünk beleállni. Nem azért álltunk bele, hogy tőlünk ne menjenek el, hanem azért, mert a közösség, ami ott kialakul, és amit ápolunk, ők egymás között, mi programokkal, kipakolásokkal, stb. Az egy tanító energia. Tehát az, hogy ők egy légtérben vannak, támaszkodnak egymásra, megtanulják, mit jelent az, hogy együtt dolgoznak, csapatmunkák vannak. Ez nagyon sokat számít, és nagyon jó tapasztalat ez a piknik, amivel leszoktuk zárni egy-egy évet, és ahogy mondtad is, hagyományá kezd válni, hogy elhívjuk az alumni diákjainkat, akik eljönnek, és csinálunk egy nagy kört, és megpróbáljuk picit vezetetten körbekérdezni azt, hogy egyrészt diákok, akik jelen a pillanatban a képzésen vannak, milyen élményeik voltak, milyen visszajelzéseket adnának, amitől jobb tudna lenni a képzés, amit tud formálni minket a tanári kart. Másfelől pedig, akik már végeztek, azok meg mesélnek arról, hogy milyen animációs stúdióba tudtak elhelyezkedni, milyen játékfejlesztő cégnél vannak, milyen könyvekhez készítenek trélereket, milyen bárpultozási lehetőségeik vannak, ami miközben próbálnak felvételizni, vagy szakmailag elhelyezkedni. Aki felvételizett a Moméra, vagy a Képzőművészeti Egyetemre, vagy más
akár külföldre is. Angliában végzett most az egyik diákunk egy filmes animációs képzésen. És akkor ezekről ott beszélnek, ami nagyon izgalmas, mert hirtelen a diákjaink, akik egy-két éve járnak oda, és még csak annyit tudnak, hogy jó, hát van a magyar animáció, meg elkezdték ezt tanulni, azoknak hirtelen egy perspektíva nyílik, hogy ja, hogy ezek a nehézségek, ilyen lehetőségek vannak, és hogy konkretizálódnak dolgok, mert nem csak egy lebegés van, hogy néha azt érzi, hogy eufórikus, és ő fogja megváltani a világot, és ő lesz a következő Michelangelo, animációs Michelangelo, vagy keramikus, vagy fotós, hanem igen, és hogy vagy az érme másik oldala, amikor teljes elveszettségérzés van, és hogy mi lesz belőlem, hova fogok innen tovább lépni, úgyse fogok találni semmit, nem fognak fölvenni, ha nem vesznek fel, mi történik velem. És akkor ezt egy kicsit oldja ez az egész, hogy hát nem történik semmi rossz, maximum nyer egy plusz évet, amikor egy kicsit tud bölcsebbé válni, megérni, konkretizálni, hogy mi is a vágya, és hogyha így kerül be egy egyetemre, akkor az sokkal nagyobb érték lesz, mert tisztább szenzor lesz arra, hogy mit lehet levenni, és már nem a tanárokat fogja hibáztatni azért, mert az a kérdés, hanem a potenciáját megpróbálja kihasználni. Van még egy sajátossága ennek a helynek, a többihez képest is, hogy nagyon személyes az oktatás, tehát nagyon személyre szabott, és tulajdonképpen a kialakuló csoportoknak mindig más a karaktere, attól függ, hogy milyen emberek, milyen szerkezetben vannak jelen, és erre nagyon érzékeny általában az oktatógáza, sőt, nagyon sokat tanult vele, és egyébként időben is van egy tanulási folyamat az egésznek, tehát magamból kiindulva egészen másképp tanítok most művészettörténetet, mint amikor elkezdtem, első évre beestem oda, és akkor ott próbálkoztam a korintoszi oszlopokkal. Tehát ma már ugye fordítva működik a dolog, hogy rajzból indulunk ki, most nem mondanám el, de én magam rákényszerítettek, hogy kifejleszek magamban egy olyan tanítási formát, amelyik itt kezd beválni, és most már másot is el tudom adni, de ez a helyzet adta. Nálunk az a jellemző, hogy általában szerencsék van az, hogy a diákok nem szokták otthagyni a képzést, akkor sem, hogyha felveszik őket egyetemre. Tehát egy számos olyan diákunk volt, aki párhuzamosan csinálta mondjuk az egyetem első évét, és nálunk a második évet, vagy volt olyan, aki halasztott egy évet, és utána ment akár a Mumire, akár a képzőre, volt, aki az építészkarra párhuzamosan járt hozzánk, és nem, én is azt gondolom, hogy egyrészt ennek az egésznek nem az a lényege, hogy most tőlünk ő tovább tud-e valahova menni, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne azért jöjjön oda, hogy valahova tovább tudjon menni, hanem hogyha nem megy tovább sehova, akkor is el tudja kezdeni ezt a szakmát, tehát legyen olyan tudása és olyan tapasztalata. És nagyon-nagyon érdekes, hogy mondjam, folytatások történtek, és nagyon jó látni azt is, hogy a korábbi diákjaink közül sokan visszajárnak, és azt is jó látni, hogy a különböző, mivel hogy ugye a rajzóra és a művészettörténet együtt van, minden évfolyamban másképp alakulnak ki ezek a kapcsolatok. Most én azt látom, hogy a keramikusok és az animációsok nagyon megtalálták egymást, például a mostani elsősök, és az animációsok is sokszor jönnek a köztérbe kiállításban nyitókra, a keramikusok is átjárnak az animációsoknak a megmozdulásaira. Szóval, hogy nagyon sok irányba megy ez a dolog, szerintem ez jó. Szuper. Oké, úgy láttam, hogy... Bocsánat, egy néhány mondatot persze, formálódásra. Nyilvánvaló, hogy különböző trükköket kell kitalálni, különböző módokon kell terelgetni a gyerekeket, ugyanis valamilyen tevékenységben közös nevezőre kell hozni a zárkózott, és a kifejezetten szereplés vágytól égő gyereket. És mindkét alaptípusból van bőven a csoportokban.
És erre megvannak a lehetőségek. Tehát például ugye én mozgóképet oktatok, a mozgókép oktatáson belül egy kisfilm forgatása, ott, ahol az osztálytársak alkotják a stábot és a szereplőket is, ez nagyon jó közösségkovácsoló lehetőség. És még valamit említenék meg, a fotós szakspecialitása, a mi piknikünk, az a fotós szakvezetőjének, a Klotz Miklósnak az erdélyi gyökerei kereteiben zajlik, Torockom székelykő tövében. Ott van a nyári gyakorlat többnyire, és a torockai nyári gyakorlat is olyan közösségformáló erő, hogy korábbi évfolyamok, jó pár évvel korábbi évfolyamok diákjai rendszeresen csatlakoznak az éppen aktuális gyakorlaton lévő diákokhoz. Ami mutatja, hogy ők oda visszajárnak az élményért. Tehát élményhez juttatjuk a diákokat, és ez fontos. Parancsolj. Igen, nem, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy itt, tehát, hogy valóban beszélhetünk közösségről, egy összetartó közösségről a végzés után is, nagyon sok esetben ezt én is tapasztalom a volt diákjaimmal kapcsolatban. Nagyjából lejárt az időnk, még egy pici időnk talán van, hogy még egy utolsó kérdést tennék fel, hogy látjátok a képzésnek a jövőjét, és hogy milyen céljaitok, elképzeléseitek vannak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a következő évben miket fejlesztenétek, miket változtatnátok, mik az ilyen perspektívikus célok? Hadd mondjak egy gondolatot most, menjünk az ellenkező irányba. Jó. Én nem egy távlati jövőnek a vízióját festeném. Arra építek, hogy mi van akkor, ha nézi egy diák is ezt a beszélgetést valami véletlen folytán, aki esetleg azzal gondolattal kacérkodik, hogy ide járjon. Elmondok egy saját élményt. Egy állatorvossal beszélgettem, és az állatorvos kérdezgette, hogy lovasztunk. És az állatorvos kérdezte, hogy és mit csinálsz? Mondtam, most éppen Vigyesbe jövök, Budaörsről, és ott fotót tanítok. Nem mondott fotót tanítani, és elkezdtünk erről beszélgetni. Eltelt negyed óra, és egy homlokára csapott az állatorvos, és azt mondta, hogy apám, ez mennyivel jobb, mint amit én csináltam az állatorvosi egyetemre készülve, nem vették fel elsőre. Azok alatt, az évek alatt ő is különböző képzésekbe ment, hogy hasznosítsa az életidejét, és ez volt a konklúzió, hogy apám, ez mennyivel jobb, mint amit én csináltam annak idején. Életre szóló hobbit adhatunk a diákoknak, azoknak is, akiknek a kreativitás része nem lesz egy életre szóló hivatás. De a hobbi szintjén élete végéig elkíséreti azt, amit néhány év alatt megtanul. Fotóban, kerámiában és animációban is. És hát az esetek több, nagyobb részében ez ugye több is lesz, mint hobbi. Hát, hogy... Igen. Tehát, hogyha valaki a kreativitásában ki tud bontakozni, akkor a hobbi fölé emelkedik, akkor ez neki élethivatás is lehet. És tovább megy a momira, és a momiról kikerülve egy még képzettebb szakember lesz. Oké. Okay. Halljuk a víziókat. Nekem az jutott még eszembe, amit szerintem fontos lenne megemlíteni, és te juttattad eszembe, hogy korábban már felmerült ez a kérdés, hogy annyi tananyag van fenn online, kurzusok, animációból is van, vagy 100, 500, nem tudom, különböző technikák, stb. És hogy felmerült ez a kérdés, hogy akkor mi értelme? Tehát, hogy miért nem otthon csinálják, ajánljuk el diákoknak, hogy bátran menjenek neki. És Jóska, te már ezt nagyjából megválaszoltad, de hogy az erre a válasz, hogy ezen a képzésen, meg általában egy képzésen a diákok látás, tehát kiforrott vagy kiforrásban lévő látásmóddal rendelkező művészekkel vannak egy légtérben, és ideális esetben ezek a művészek, alkotó tanárok visszajelzést tudnak adni. És azt hiszem, hogy ez a kulcsa ennek a képzésnek, vagy a diák és a tanár közti viszonynak, hogy a YouTube-bal ellentétben a YouTube-on csak megnézi, próbál valamit csinálni, megnézi, tetszik, nem tetszik, elégedett, nem elégedett. A YouTube nem fog tudni
ránézni a munkára, és azt mondani, hogy mit gondoltál, hogy merre szeretném menni, hogy érzed? Én szerintem, amit csináltál, az így és így néz ki, ezt szeretted volna. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a képzésünknek, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mi a vízió. Nekem a vízióm az, hogy folytassuk azt a képzésünkön, hogy építjük a közösséget, nem csak diákok között, hanem tanárok között is, egymás között is, hogy tartsuk, szálljunk arra időt, teret, hogy beszélgessünk egymással, és meghallgassuk egymást, és rájöjjünk, hogy ha van hiba, hol van hiba, ha valami nem megy, hogy oldjuk meg, hogyha valami jól megy, megerősítsük egymást. És ez, azt gondolom, hogy ha már erre szánunk időt, és tudunk ebbe energiát fektetni, az ki fog folyni, és megoldásokat fog szülni, és az, hogy a pikniken el tudják a diákok mondani, hogy mi tetszett, és mi nem tetszett, már az adja meg általában nekünk a következő lépést, hogy mit lehetne még jobban csinálni, hogyan lehetnénk felkészültebbek, hogyan lehetnénk előrelátóbbak, jobban megtervezettek a tantárgyaink, a tanárok közötti kollaborációk, a feladatok struktúrájának a felépítése, a számonkérések, tiszta kereteknek a lefektetése. Én ezt látom továbbra is. Az elmúlt pár évben is ezt a célt tűztem ki, és továbbra is azt gondolom, hogy ez az én részemből ez egy fontos irány. Oké, szuper. Igen, ezeknél, amiket említettünk, hogy fesztivál, baktér, különböző ilyen akciók, ezeknél mindig ott voltam a kezdeténél, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a létrejöttében elég jelentős a szerepem, tehát a fölismerése annak, hogy ezek lehetségesek. És ez egy felelősséggel is tölt el többek között, mert jelen van egyfajta olyan érték, amit most működik és megmutatkozik, de azt gondolom, hogy van benne egy potenciál, ami még mindig nincs kibontva teljesen. Tehát az én felelősségem az, azt érzem, hogy az hagy bennem, hogy ebből még többet lehetne csinálni. Itt egy csomó olyan dolog van, amit még nem is láttunk, vagy én érzek, vagy egy csomó olyan mozzanata is. Tehát eleve a működési kereteit, a biztonságát megteremteni ennek, és kinyitni egy olyan stabil térben, ahol ez szárnyalhatna. És szerintem nagyon kevés olyan hely van. Ha most Finnországban lennénk, akkor az megfordulna ez a probléma, mert jutalmaznának minket, hogy milyen kreatívak vagyunk, de most egy picikét másképp alakul, másképp néz ki a magyar oktatási körülmények. Tehát, bocsánat, csak hogy azt mondod, hogy már önmagában annak, hogy ez egy budaörsi képzés, magának a térnek is a specialitása, ebből következnek adott esetben még olyan projektek, amik a jövőben izgalmasak lehetnek. Így van. Ilyen. Oké. Kinga? Én csak annyit tennék hozzá, mert azt hiszem, lassan kifutunk az időből, hogy nagyon nagy ajándék nekünk szerintem, hogy itt most a Fugába ez a kiállítás létrejöhetett, mert sokkal tágabb közönségnek be tudunk mutatkozni, és szerintem mind a diákoknak, mind a tanároknak ez egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogyha valaki megnézi ezt a kiállítást, akkor nem egy ilyen iskolai kipakolás lát. Tehát, hogy egy tényleg nagyon, nagyon izgalmas és nagyon érett anyag van jelen. Ugye tegnap volt a megnyitó, és szerintem már a megnyitónk valahol nagyon jól mutatta azt, hogy mi igazából kik vagyunk és mit csinálunk, mert ugye megnyitotta a Hegyi Olivér a Holi, aki az első évfolyamunkba járt, és nagyon jó volt, hogy arról beszélt, hogy ő hogy érezte magát nálunk, és utána megmutatta most ugye a legújabb készülő filmjét. Maga a megnyitó is ettől egy ilyen nagyon rendhagyó esemény volt, és azt hiszem, hogy számos olyan ember vett részt tegnap itt, aki nem a szülők jöttek, meg nem tudom, az ismerősök, hanem hogy tényleg nagyon sokan voltak itt olyanok, akik úgy értő szemmel tudták ezt követni, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. És szerintem ez mindegyiknek nagyon jó volt.
Igen, nagyon egyet értek a Kingával. Annyiban egészíteném ki, hogy egy ilyen kiállítás nem egyszerűen csak bemutat valamit, hanem létre is hoz valamit. Tehát, hogy ez artikulálja azt a történetet, tehát itt teremtő jellege is van, nem csak szemléle lehet. Tehát ami történt, ugyanazt most nem tudjuk azonnal leképezni, de elindul egy folyamat, tehát szerintem is ezek egy fontos történet. Egy festő kiállítása az az ő kánonját befolyásolja, szerintem ez a kiállítás is a mi szakmunknak a kánonját befolyásolja. Szuper. Nagyjából lejárt az időnk. Az lett volna a záró kérdésem, hogy ha most leendő diákokhoz szólhatnátok, akkor mit mondanátok, de ezt tulajdonképpen már megválaszoltátok. Tudod, szerintem... Mondd-e a véleményedet? Hogy mit mondanék persze, a leendő diákokhoz? Persze, te is tanítasz a szakon, akkor azt hiszem, mondd el a gondolatot, hogy mit mondanál a kulcsszavak azok elhangoztak, tehát hogy a képzésnek a komplexitása, meg a bizonyos értelemben az átjárhatóság a bizonyos a szakok között, a sok féle tanári gárda, hogy sokféle helyről jövünk, az, hogy a tanárok nagyon nagy százaléka az olyan, aki a pályán van, a művészi pályán van, és gyakorlati értelemben is dolgozik a pályán, illetve hogy valahogy tényleg az a tapasztalatom, meg élményem, hogy ez egy hosszú távú közösségépítő helyszín is. Úgyhogy én ezeket érzem az ilyen fontos hívószavaknak. Jó, hát akkor Vácz Péter, Spányik József, Rátonyi Kinga és Valázs Zoltán, nagyon köszönöm. És köszönjük. Mi is köszönjük. Bernát Szilárd, a fogának a lehetőséget.